És köszöntök mindenkit sok szeretettel a kedvenc kaszálómon. Sajnos van egy enyhe néha-néha bebe törő légáramat, annak ellenére, hogy még félig körös a vidék, úgyhogy nálunk Szabocsban még ködben is tud fújni a szél. Kicsit bolondos a szülőföldem. Nos, a szokott lőirányjal pont szembe fogunk lőni. Azért nem szeretek innen abba az irányba lőni, mert előtte olyan útvon, amin járnak. Másik irányba, ha attól az úttól ők van 900 méter, tehát nyugodt lehetek, hogy biztonságosabb. Megadtuk a biztonsági védőtávolságot, úgy gondolom, hogy elég rendesen. És távlövést fogunk végrehajtani. 50 fontos fekete bég ijammal. Nem az én műfajom, tehát kivételesen ritkán lövök távlövést. Hogy a mai foglalkozás is nyilván egy felkészülő foglalkozás. Ugyanis ha... Ez már 20. ugyan augusztustól, de egyszer csak megérkezik majd a 70 fontos fekete bégem. Nyilván a lövés próbájánál majd hagyadorogom, vagy ahol sikerül végrehajtani, a hagyadorogom volt lövés próbán. Ott majd nagy távot kéne lőni, na de hogyan. Sziperre, túlhúzás technikával én nem szeretnék most még játszani. Egyszerűen azért nem, mert nincsen megfelelő minőségű sziperem, amit összetákoltam házilag, az meg olyan, hogy talán nem vagyok vele ön is közveszélyes, de még nem a műfajom. Viszont túlhúzás nélkül is lehet lőni. A titok, hogy ugyanolyan csukló tartással kell, mintha sziper lenne az emberen. 2020 őszén, ugye, hagyú dorogon az 50 fontos bénynek, Nárazsi Rulófnak a lövés próbáján, azt mondta nekem fejé farkas, hogy ránézett az íra, meg ránézett, azt mondta, hogy 280 métert meglősz vele. A napokban, a videóhoz képest, talán egy héttel korábban valóban sikerült leadni 280 méteres lövést a szokott helyre ebbe az irányba, de a mai napon úgy gondolom, hogy elmondom a hogyanját meg a nyitját, mert amikor ugye Robi valahogy Ménáratjával öltünk, akkor 261, 263, 265 ilyesmi métereket lőttünk, hogy lett ebből ugyanazzal az íjjal, ugyanazokkal a nyilvesszőkkel, hirtelen 280 méter. Trükknek nem mondanám, egy egyszerű technika van. Ugye akkor így lőttem, telibe fogtam az íjat szépen, ahogy kell. 2-8-at úgy lőttem, hogy így el volt tartva az így teljesen egyenes csuklóval. Látjuk azt, hogy itt egy bazen nagy hézag van, a markolat, és az ember kezek között harangozni lehetne. A töröknek van erre egy nagyszerű megoldása. Ugye minden a hagyományos török íjászatban is észszerű dolgokról szól. Ők a musamba nemezett dolgokat használják, ez egy lemászon szalag, amely át van itatva méghozzá jókedve bőséggel, méviasszal. Egy nagyon jó tapadó segít kiegészítő markolat. Hát nekem egy szupermarketbe vásárolt nadrágom, ahhoz adtak egy övet, ingyen nem volt felár, az úgy benne volt, abból vágtam le méretre egy szalagot. Bögrébe, alumínium bögrébe felolvasztottam méviaszt a gáztűzhelyem, kis kanállal szépen rácsurgottam, egyenesen elkenegettem vele, aztán a gáztűzhely hője felett így beleolvasztottam, mindig láttam azt, hogy a nagyon minimális parafinolaj, vagy jobban sikerüljön a művelet és méviasz együtt szépen beleolvadjon. Ebből lett egy elég tapadós kis gyöngyvászon szalagocskám. Nem mondom biztosra pont, hogy gyöngyvászon, olyasmi az anyag, de mégsem. Megkötöttem ezt az elvarási részt rajta, ami lehetőleg rajta volt az övön. Ezzel fogom kezdeni a feltekerést. Attól viszonylag jól megáll az íjon. És elkezdjük szépen a markolatra feltekerni. A lehető legfeszesebb módon. Nyilván van a közepén egy ilyen kis csík. Van bele varva egy ilyen merevítő szála két szélében, meg a közepébe. Időnként utána húzogatunk, hogy stabil legyen, de hát a viasznak hála igazándiból egy relatíve stabil
kiegészítő markolatot nyerünk. Nyilván a musambát az sokkal szebben ilyen gömböcre, gombockára, gömbökre lehet hajtogatni, de ez is megmarad annyira az íjon, hogy a problémán segítsen. Most így már, ha teljesen egyenes csuklóval tartom az íjat, már nincs hol harangozni. Ez a kis hát övecske, musambácska kitölti azt a hézagot. Ugye már most már úgy érzem, már első fogásra megpróbáltam, hogy kéri még a viaszt. Olyan a másik oldalára is meg lesz ez még küld a viasszal, még a mai nap során. Szóval 70 fontos így az nem játék. Azt hiszem, azt már mindenki tudja, hogy az már az első olyan húzóerő, ami hát nem játék. Annyira nem játék, hogy föl kell rá készülni. Nekem számomra jelenleg úgy érzem, hogy a fizikai képességeimnek a határán már 70 fontos íj. Bőven, nekem az a maximum, hogy talán elbírok. Úgyhogy felkészülő edzést kell rá lőni. Most nem tudom még, hogy lesz jó a markolat. Aha, így biztos nem lejjebb. Egy pár próbahúzást végrehajtunk. Jó. Meghúzzuk egy picit lejjebb. Meg jobbról balra. Egy. Kipróbáljuk még, hogy fog ez alá támasztást adni a csuklómnak. Mindig nem az igazi. Ezt most ki kell tapasztalni. De a mai lövészet lesz az alapja annak, hogy ki tudjam lőni 70 fontos íjból azt, ami rendelkezésre álló veszőkkel benne van. Azt tudni kell, hogy azért lőjen nagyot az 50 fontos íj 340-es nyílveszővel, mert a 340-es vesző 50 fontos íjnak kemény. Ugye a keménységben ezt az Easton Power Flight, hát ahonnan érendelem 300-as keménységig lehet megrendelni. 260 talán lenne az ideális, olyat nem találtam. Victory VAP2-esekből van 250-es dupla ennyi áron. Azért az már egy húzós tétel. 70 fontos innen, mert meglátjuk, hogy a fa, mónusféle fa veszőkkel mekkorát tudok majd lőni. Fontos, hogy az sem kimaradtan távos veszőkkel szeretnénk nagyot lőni, hanem táv célövő veszőkkel, hogy tudjam mennyi van az íjban úgy. Lássuk. Mekkorát pendült ez. Na de hogy jó szögbe lőttem el. Atya Isten, mekkora pendülésem van. Csönd van, köd van. Pengabég, rendesen. Szajkorok nem tetszik. Nem koppant a kocsim, az jó jár, mondjuk, nem lőttem el a kocsit. Lejjebb kell ezt a musabba pótlékot tartani a markolaton, kicsit lejjebb kell kötni. Atya Isten! Becsapódás. Ezek nem kis lövések. Nem szoktam ilyen sokat várni, hogy becsapódjon szerint. Az már jó, ugye? Jó van, szép katolikus lövés.
Úgy lövök távot egyébként, hogyha rá vagyok készülve lelkileg, előtte is imádkozok, alapvető. Másodszor is katolikus misében, a liturgiában van egy olyan pillanat, amikor azt mondja a lelkipásztor, hogy emeljük föl szívünket. Hát én úgy fölemelem az ijat feszítéssel, hogy emeljük föl szívünket. A gyülekezet válaszolja, hogy fölemeltük az Úrhoz. Nálam ez a leoldás pillanata. Visszaadom az Úrnak a nyilvesszőt, a Teremtőnek, és onnantól ő dönti el, hogy mekkorát repül. Ez egy fajta vallásgyakorlás is. Na lőjünk egy szép katolikus lövést. Közben nem állt rápihenni. Nem tudom, mennyire szórtam szét a nyilvesszőket, és hogy nem kacsázni akarok a távolságmérővel, úgyhogy elindulok majd keresve, megmérem úgy mennyi. Ott a lövés, majd pedig itt a kamera állványok, onnan egyenes visszasétálok. Hogyha tedd bele távolságot a kacskaringózás, azt kivegyük, és akkor egyenes jövet, mennyi a távolság. Úgyhogy a telefont itt hagyom, amivel felveszek kameraállványon, elmegyek, lemérem, a legtávolabbi vesszőtől visszasétálok, és akkor megmondom, mennyi a távolság. Atya Isten! Ez így nem játék, gyerekek. Ezt már 50 fontnál érzem. Úgy elgondolkozok, hogy a 70 fontos az milyen lesz. Baleset. Elszakadt az ideg. Na akkor szólok mesternek, hogy kell egy új ideg. Ilyen is van. A távlövés nem mentes egyébként sem a baleset veszélyektől. Ugye Mónus József volt, hogy átlőtte a készfejét, ugye itt el lehet törni vesszőt, a túlhúzásnak, amikor már tényleg a spicével játszol, ott azért minden benne van a pakliba. A mesterem átlőtte a bal készfejét, akkor eltört a vesszője. Íjat el lehet törni, íjba be lehet lőni a vesszőt. Láttam csúcs dolgot én is, a Horuto Cooper is láttam hasonlót, amikor leugrotta, ott nem lehet, elszakadt az ideg, csak leugrott az író, tehát a pakezban minden benne van. Ezek után már remélem, hogy meg fogom találni ezt a vesszőt is először is, és hogy nem a semmiért szakajtottam ideget a mai nap. Nem baj, én még nem törtem el semmit, nekem még nem szakadt el semmi. Egyszer az elsütőben eltört egy rugom, ami ki volt öregedve, és félig főhozott állapotába elküldtem Csigási lovakvilágba egy lövést. Az volt az egyetlen balesetem idáig. Láttunk ilyet is. A mai nap. Hát 2 éve gyakorolok vele, és ebben a 2 évben azért sokat átélt idegről van szó. Ilyen érdekes bandázs, ahol ki kopott szerintem. Már 2 helyen is el volt kopva a bandázsa. És ott kopott széjjel az ideg. No. Már volt a életem második íjászból esete videóba. Távolságmérőre fel. Aztán
Jó kis túra volt. Hát gyerekek, itt nem volt hüvelykújas lövés. Itt nem volt katra. Három ujj alatta. Vesző a bal oldalom. Rá nem lépjek már szegény távolságmérőre. Mórus József fekete bég, 50 font 28, colon 29 hüvelyeknél 52 fontig keményedik. Easton vadászvesző, Easton Power Flight, 340-es test, 27 g-os töveg, 125 g-es hegy, 2,5-szoros pulykató. Én ezt Bélám oda is lemértem és vissza is. Biztosan biztos. 296 méter. Életem a névlövése ezzel az íjjal. Csigás íj, ami hát nem korszerű. Láttátok azt a videómat, meg benne is lesz a videó végén záróképnek, oda lehet kattintani. Tehát csigás íj, ha nem korszerű is. 65 font, 15 fonttal erősebb. És az 304 méter lőtt egy olyan veszőt, ami ugyanez pepitába, ugyanez gumitollal. A gumitól ugyanekkora. Tehát az 304 méter lőtt. Minden más paraméterejbe ezzel egyező veszőt. 296 méter. Azért az... Te jó Isten, vártok, most esett le, hogy mi történt. Köszönöm neked. Gróf Nádasdy Ferenc. Ma jól harcoltunk. Köszönöm neked kicsi nyilvesszőm. 296 méterre elrepültél értem. Jó harcoltál. Bajnokom vagy. Mesterem Mónus József. Fejjel farkas. Köszönöm neked ezt a mai napot, köszönöm neked ezt az élményt. Most itt mondom el az áróimát. Nem béri királyom, drága Jézus Krisztusom. Magyarország királynője, szűzanya, Szálbe Regina. Szent László a királyom, Árpád nagy fejedelme. Attila nagy királyom. Köszönöm nektek, hogy már nem csatában kellett lőnöm. Köszönöm, hogy senkit nem kellett megölnöm. Nem számoztam be a veszőket, így most nem tudom, hogy melyik volt a balestes vesző, illetve hogy hányadik lövés volt a 296 méteres, de a többiek is igazság szerint ott voltak 280-286 között. Ez elbírom egy kis viaszt. Kéne valami jobb anyag, mondjuk lemvászon, musambának. De a törököt nem mondtak hülyeséget, kell az a musamba. 16 méter előtte nagyobb a gyerekek, azért mert volt a csuklóm alatt egy stabil feltámasztás. Nem volt itt lyuk. 16 méter nagyobbat lőttem miatt. Nem volt csavartlövés, nem volt katra, nem volt hüvelykújas oldás, nem volt gyűrű, semmi ilyesmi. És a másik dolog, amit a török mesterek mondanak, hogy nyilvessző nem hazudik.
Mashallah. Nekik is köszönöm, amit tőlük tanultam egyébként a törököktől. Na. Ennyi volt már ez a kis videó. Sándor grófa a csillagróka voltam, gróf Nádasdy Ferenccel. A temetkezési és rituális ilyen valamint a szellemi és spirituális vezetőm a róka van. Oké, együtt menjünk az örök létbe. Ettől pedig köszönöm, hogy itt vagytok, hiszen volt ugye a mai nap egy baleset, az is történelem. YouTube történelmet írtam kicsibe magamnak és ennek a csatornának, azt is veletek éltem át, és az eddigi legnagyobb lövésemet egy nem távlövő veszővel. Szkító ilyen nem tudom milyen mesternek, majd remélem, mert nem tudjuk egyszer mutatni azt is. Az a gyulai világbajnokságon 50 fontos kategóriában úgy lőtt 450 méter fölé, 451-et vagy 453-at, hogy 400 méter fölött nincs lövő. Azt hiszem Ibrahim lőtt 402 métert. Egyik legnagyobb török lövő egyszer, 50 fontosba. Általában azt szoktam mondani, mester, hogy ebből az 50 fontos ilyebben egy olyan 3-30-3-50 benne van. Azok speciális távlövő nyilvesszők, de hasonló technikával meglőve, vagy sziperrel. Hát van még mit tanulni. Ebben is az út elején vagyok, viszont köszönöm, hogy velem vagytok az úton. Sziasztok és alaikum szalám!